Ma a medikalizáció hatásairól fogok beszélni. Sok szempontból azonban a medikalizáció nem megfelelő szó. A kifejezésből kiindulva könnyen arra a következtetése juthatunk, hogy erről a világ jelentős részén fellépő problémáról kizárólag az orvosok tehetnek. Sokkal inkább a nyugati világot jellemző kultúráról van szó. Robbie Davis Floydot hadd idézem itt, aki azt írja, hogy a szülés kultúrája technokratikussá vált. Jelentősen megnőtt az orvosilag indokolatlan beavatkozások száma, és számos orvosi rituálé alakult ki a szülés körül. A szülésnek ez a fajta kultúrája nem csak a kórházakban, de az egész társadalomban rögzült. Hiba lenne a dolgok leegyszerűsítése, ha jelenséget egyetlen szakma tévedéseként rónánk fel. Az én értelmezésemben a medikalizáció a technikai eszközök és orvosi beavatkozások indokolatlan, túlzott alkalmazását jelenti, amikor valamit rutinból teszünk. Emögött végeredményben az emberi, a személyes támogatás jelentőségének figyelmen kívül hagyása áll. Ehhez szeretnék még valamit hozzátenni. Egy eljárás rutinszerű alkalmazása során arról sem veszünk tudomást, hogy a szülés körüli időszak történései nagyban befolyásolják az egyén, mint emberi létező fejlődését. The development of those people as human beings.